Nem volt könnyű idáig eljutni. Tavaly a pénzügyminisztériumtól kétszer is az jött vissza, hogy a kakat projektünk kiemelten kockázatos, mert kicsúsztunk az előző EU-s pályázati ciklus utolsó évéből, mondta a település polgármestere. Ezen összetett pályázat során háromszor kellett közbeszerzési eljárást hirdetni, illetve háromszor dolgoztuk át a műszaki tartalmat, ami hét esztendőt vett igénybe. A sok éve húzódó beruházás tavaszra készült el, amelynek részeként egy gyaloghíd is épült a csatorna felett, ami az újonnan létesült játszótérre vezet, árult el hírportálunknak Kovácsné egyed boglárka. Régi vágyunk volt a kakat megszépítése, hiszen nekünk, unhegyesieknek ez egy fontos természeti kincsünk, magyarázta a pályázati referens. Az elnyert forrás, mint egy feléből megoldottuk a csapadékvíz elvezetést, illetve megújult a kakatér leromlott állapotú gyomnövényzettel benőtt és hulladékkal telített belterületi szakasza. A fennmaradó több mint 400 millió forintból pedig a piac melletti területet újítottuk fel, ahol helyi termékeket vásárolhatnak a lakosok, illetve az ide látogatók áll a polgármester tájékoztatásában.